Az egy hét múlva lévő Montenegró meccsen szeretnénk a legjobb formánkban lenni. Kaptunk egy ízelítőt az Európa-bajnokságból, ilyen meccsek fognak ránk várni, mindjárt ugye az elején is, úgyhogy lesz, illetve van miből merítenünk, van még miben fejlődnünk. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez a pár nap ez elegendő lesz rá. Hasznos mérkőzések vannak mögöttünk. Ezek voltak az első edzőmeccseink ebben a közvetlen felkészülési időszakban. Meg is küzdöttünk velük, a tegnapi mérkőzésre egyáltalán nem készültünk közvetlenül, tehát minden, amit ott láttunk játékosoktól kezdve taktikán át, az számunkra meglepő volt. A mai meccsre készültünk, különböző variációkat gyakoroltunk, amiket az ő megoldásaik ellen szerettünk volna alkalmazni. Van még szükségünk a következő egy hétre. Nem úgy ütemeztük ki a formánkat, hogy ma legyünk a csúcson. A következő egy hétben is nagyon tudatosan szeretnénk építkezni, csapatszinten, egyénileg, fizikálisan, és az egy hét múlva lévő Montenegró meccsen szeretnénk a legjobb formánkban lenni. Tavaly kezdődött ugye ez a bizonyos váltás. Igazából, ha úgy nézzük, akkor egy év eltelt, de annyit ugye nem szokott a válogatott együtt lenni. Többek között azért is volt az, hogy jóval előbb elkezdtük ugye decemberben itt a felkészülés, az, hogy minél előbb összeszokjunk, minél előbb átvegyük a játékokat, minél előbb tökéletesítsük a játékunkat. Én úgy gondolom, hogy illetve bízom benne, hogy egy jó úton haladunk, és nagyon-nagyon remélem, hogy mire oda kerülünk majd az Európa-bajnokságra, akkor én remélem, hogy meg tudjuk mutatni az igazi arcunkat. Amennyire csak lehet, annyira jól érzem magam, de hát nyilván vannak itt olyan játékosok, akik már esetleg 6-8-10 éve is egymás mellett vannak, tehát az én beilleszkedésemet nem lehet mondjuk az ő játékkapcsolatukhoz viszonyítani. Az edzői stáb és a játékosok is mély nyitottak. Amennyire lehet közvetlenek a pályán, és azon kívül segítjük egymást mindannyian. Tehát ez egy olyan játék, amit mindenkinek nap mint nap valami új információt hordoz. Tehát mindannyian tanulunk az edzéseken, vagy talán egy olyan edző, akinek bármiről hirtelen új meglátásai vannak. Rengeteg információ áramlik, és szükségünk van egymásra a pályán, és azon kívül is, hogy ezeket mind együttesen be tudjuk fogadni, és integrálni tudjuk a játékunkba.